Túl vagyunk a lovas világ? kupán, a magyar lóágazat pedig miniszterelnöki biztos kapott a nyerekben, mert hogy a ló lehet az egyik kitörési lehetőségünk a válságban szenvedő közép-európai karámból. Most a Nemzeti Lovas Stratégiáért felelős politikus Horváth László és Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Sportszövetség elnök a vendég, velük országimástól versenynaptári ügyetünk végig a lóügyeken. Jó reggelt kívánok, szervusz. Jó, reggelt, Jó reggelt. reggelt, Most akkor mondhatjuk azt, hogy meg, megsarkantyúzzátok a magyar lóágazatot? Hát a sarkantyút azt én nem szívesen használom, már a lovon se, inkább azt mondom, hogy ügetés, lépésből ügetésbe, és ha lehet, akkor vágtába megyünk majd át. Az biztos, hogy ennek azért van egy olyan üzenete is, hogy igen, magas szintre emelte a kormány a lovaságazatnak az ügyét, hiszen, hiszen miniszterelnöki megbízottként Horváth László felel a stratégia elkészítéséért ennek a kormány elé vitele lesz a következő feladat, és természetesen a komolyabb és nagyobb feladat lesz ennek a végrehajtása. Tehát ez jelzi, hogy az ország ezt igen komolyan veszi, és a kormány természetesen, és mi is sokat tettünk azért, hiszen ebben óriási lehetőségekre jelenek. Hiszen itt nem csak sportról van szó, hanem mezőgazdaságról, lótenyésztésről, ennek egy nagy szelete a turizmus, tehát egy nagyon átfogó ágazat, és azért is volt fontos, hogy a László oda kerüljön az élére, hiszen szinte minden minisztériumot, minden tárcát érint a, a lovas ügy. Még mondtuk, hogy a, a külügyminisztérium talán, amit nem, de hát amikor azt mondjuk, hogy lovas világjátékokra pályázunk 2018-ba, és ennek ugye a sportdiplomáciai hátterét is meg kell teremteni, akkor, akkor természetesen a külügyminisztérium is érintett ebben a dologban, és azért volt fontos, hogy egy kicsit ilyen tárcák fölött álló emberként tudja segíteni, a munkát és tudja irányítani ezeknek a feladatoknak a végrehajtását. Laci, mekkora lesz az arány a sport, tehát az, az is nagyon sokrétű, a ló és a sport, a lósport, a sport és a, az egyébek, ami megint csak mint egy szóba került agráriumtól a turizmuson keresztül. Mi az arány a sport meg a többi között? Én azt mondanám, hogy kiegyensúlyozás kell, tehát nem is az arányok a fontosak, hanem az, hogy az egyik a másikba kapcsolódjon. Tehát ne szétszórta legyen egymástól függetlenül, hanem mondjuk a tenyésztés a sporthoz, a sport a rendezvényekhez, a sport az utánpótlás képzés, a sport az oktatási rendszerben megjelenjen, tehát hogy egy, legyen olyan rendszer, ahol a részek egymással együttműködve, egymást erősítve, egymás segítve működnek. Most sajnos ez, ez nagyon esetleges. Azt látjuk, hogy a magyar labdarúgás a szívén viseli a magyar labdarúgás sorsát a kormány. Úgy látszik, hogy a Lósport egyáltalán a lóágazat is fontos lesz a magyar kormányzatnak. Azt nézzük meg, hogy igazából mennyivel több állami pénzre van itt szükség. Én azt gondolom, hogy nincs szükség több állami pénzre. Jelen pillanatban is érkeznek források különböző csatornákból az ágazatba. Mi azon dolgozunk, és abban vagyunk érdekeltek, hogy ez sokkal átláthatóbb módon érkezzen, egy helyre érkezzen, és ezt hatékonyabban és jobban használjuk föl. És amikor, amikor, pénzekről beszélünk, és hogy, hogy mennyibe fog ez kerülni, nyilván ez mindig felvetődik ez a kérdés. Én úgy gondolom, hogy ez sokkal inkább egy befektetés, mint sem egy kidobott pénz, egy fölösleges ráfordítás ez hosszú távon, sőt, hát én úgy gondolom, hogy középtávon talán nyereségesre fordítható. Tehát most még lehet, hogy egy kis forrásra van szükség, létesítményeket, rendezvényeket, az oktatásban el kell helyezni a lovat a közoktatásban, és utána egy olyan tömegbázis tudunk, az élsport kapcsán egy olyan kirakatot tudunk a rendezvényekkel, egy olyan presztízs változást tudunk, hogy ez egy akkora nagy gazdasági súlyt fog képviselni, hogy nem, hogy eltartja saját magát, hanem az országnak egy komoly gazdasági tényezővé kell, hogy váljon. Tehát, ha pénz kell rá, akkor leginkább ezek közül mire kellene? Hát pénz sok mindenre kell. Kell arra, hogy a jelnök úr is említette a köznevelés rendszerében megjelenjen a lovas kultúra. Kell arra, hogy valóban egy első számolóvas turisztikai destináció legyünk, és azokat a versenyelőnyöket, amelyek ma még megvannak, azokat megőrizzük. Nyilván kell rendezvényre, létesítményre, de van egy része a dolognak, ami nem kerül pénzbe. Az pedig egy barátságos, megengedő jogi környezetnek a kialakítása. Ezt holnap el lehet kezdeni, el is fogjuk, ez pénzbe nem kerül, de attól, hogy az értelmetlen, fölösleges, Bürokratikus szabályokat kiemeljük az ágazatból, attól már jobban mennek a dolgok, és egyébként ez is forintosítható ennek a haszna is. E tekintetben a magántőke, azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, áldoznak rá, lovaglás, lósport, szóval mi az, amit leginkább várnának jogszabályokban, törvényekben, körülményekben? rendezni kéne, változtatni. Kéne. Igen, én sok helyen el szoktam mondani, hogy ugye azt várják el tőlünk, hogy itt a régi gondolkodásmód kapcsán, hogy mi működtessük ezt az ágazatot. Nem ez a feladatunk. Nekünk az a feladatunk, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, ahol jól tud működni. Ugye az egész sport megváltozott, azért 20-30 évvel ezelőtt ugye az állam nagyobb szerepet vállalt benne, működtette a sport sportegyesületeket az állami vállalatokon keresztül, komoly pénzek kerültek a a sportban most sokkal inkább a magántőke, sokkal inkább a magánemberek működtetik. Egy államnak az a feladata, hogy ehhez megfelelő környezetet teremtsen. Ugye, amiről képviselő úr beszélt, hogy a jogi környezet legyen, ahol ez jól tud működni. És azért Magyarországon ez nem egy testidegen dolog, tehát azért itt hatalmas hagyományok, óriási múlt van, az emberek ezt nagyon szeretik, nagyon könnyen a fiatalokat rá lehet hangolni, tehát ebben úgy gondolom nem lesz nehéz a helyzetünk, de, de azért természetesen ezeket a folyamatokat, amik egyébként saját maguktól is keresztül mennének, ezeket a folyamatokat kell felgyorsítani, és talán egy ilyen tíz éves távlatban föl tudunk zárkozni Nyugat-Európához. Zabot nem tud adni a kormány, de a játékteret, a karámot, az ki tudja nyitni, igaz? Így van. Na, az Milyen gyorsan is. megy ez? Hát január végéig el kell készítenem a kormány előterjesztést, februártól pedig jön a végrehajtás. De ez azt jelenti, szinten. hogy január végéig ezeken mind át kell menni. Tehát mind megpróbálod megcsinálni a stratégiában, elkészíteni, hogy az összes benne legyen, és és láthatóvá váljanak az Igen, irányok, hát... meg az illeszkedések. Igaz, oktatástól, agráriumon, turizmuson át, lósportig. Ez kemény munka. Ez kemény munka, nyilván ez is egy folyamat, tehát január végével nem rendezünk el mindent, de a kormány meghozza azokat a döntéseket, amelyek egyébként hát folyamatosan helyzetbe hozzák a, az ágazatot. No, nézzük még a, a lovas rendezvényeket, mert erről már az előbb ejtettél szót, hogy ez ugye viszi az ország hírét is hogyha nagy rendezvényeket magunk rendezünk, idehozunk. Mikor és mi lesz szerinted a lovaglás szigetfesztiválja? Vagy szigetfesztiváljai? Mert gondolom ez a cél, hogy minden Igen, mi ugye két évvel ezelőtt, mikor lovaszövetségi elnökének választottak, akkor ígértem, hogy lesz egy nagy téli eseményünk, egy nagy kirakat eseményünk és lesz egy nagy nyári eseményünk. Ugye a téli, a lovas világkupa, ezen vagyunk most túl, ezen a rendezvényen, egyébként nagy sikerrel zajlott, amelynek egyrészt az a koncepciója, hogy minden lovas szakák valamilyen szinten meg tudjon mutatkozni, az a célja, hogy a fiatalokat ráhangoljuk, hiszen ezen a rendezvényen belül volt a Nemzeti Gyerek Lovasnap, ahol 14 gyerek, 14 ezer gyerek az országból sok helyről érkeztek, és nézték meg a, a programot, és szerepe az, hogy egy kicsit megváltoztassa az emberekben azt a képet, amit a, amit a lovakról gondolnak. A nagy nyári eseményen sokat gondolkodtunk, és úgy került képbe a nemzeti vágta, amely ugye egyrészt egy, egy jó alapot teremtett arra, hogy kicsit tovább lépjünk és ezt a rendezvényt szeretnénk úgy kibővíteni lovas szakmai, lovas tartalommal, hogy ez lehessen az elkövetkezendő években a nagy nyári eseményünk. Ebben a rend, ennek a rendezvénynek a keretén belül 2013-ban négyes fogadható Európa bajnokságot pályáztunk, amelyet ott a Városligetben, ugye a műjégpálya területén felépítve a lovaspálya, és a Városligetben az akadályok, az úgy gondolom egy elég impozáns környezet lenne. És fontos az, hogyha komolyan gondoljuk, és komolyan gondoljuk, hiszen leadtuk pályázatunkat a 2018-as lovas világjátékok megrendezésére, amelyről csak egy szám, hogy 200 millió televízió nézője volt, akkor kell valami olyan esemény, amitől egy kicsit térdre esik a világ, ami, ami, évről évre visszatérő nagy nyári lovas esemény, és talán nemzeti vágta a meglévő tartalommal, és kibővítve ezzel a szakmai tartalommal alkalmas lehet erre. Meg hány százalék esélyt adhatunk annak, hogy ezt a világjátékokat sikerül elhappolnunk? Sokféle forgatókönyv van a fejünkben, hiszen most már látjuk azt, ismerjük azt, hogy kik pályáztak rá, kik lehetnek az esélyesek. Én úgy gondolom, hogy van esélyünk, lehet, hogy valakivel szövetkeznünk kell ebben az ügyben, tehát lehet ilyen közös rendezésről is gondolkodni. Erről sokkal többet még nem szeretnék mondani. Nyilvánvalóan a nagy ellenfelünk az orosz pályázó lesz, hiszen ugye ennyire keletre még nem volt lovas világjátékok. Én úgy gondolom, hogy talán Nyugat-Európát azt tudjuk fogni, hiszen ott majdnem minden nagy ország, nagy lovas nemzet rendezett már világjátékokat, és legutóbb ugye a tengeren túlon volt, én úgy gondolom, hogy egy néhány lovas világjátékokig a tengeren túlra még egyszer nem fog kerülni az esemény, úgyhogy egy olyan közel 50 százalék esélyt, hogyha egy számokban kell fogalmazni, adnék a magyar pályázatnak. Utolsó utáni kérdés, Laci, az iskolában valamilyen módon a ló oktatását mikortól lehetne bevezetni? Mi lehet az ambíciózus cél, akár hát, a következő tanév? Az én ambiciózus célom a következő tanév, de úgy, hogy fokozatosan vezetnénk be a lovas kultúra oktatást. Azt tervezem, és remélem, hogy hát sikerül elérni, hogy egy a 30-40 helyen az országban szeptembertől ilyen mintaprogramként elindulhat, és aztán folyamatosan bővülhet. Hát akkor urak, hajrá, jó munkát ehhez. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen Tűnik a lehetőséget.